Szevasztok, kedves emberek, tesztelelke mindennek, és hát újra itt vagyunk, újra egy keddi, és ebből a keddiből ezúttal a haszongépjármű változat, haszongépjármű variáció. És hogy miért nézek ennyire körbe-körbe, hiszen egy olyan helyen álltam meg, ahol itt jöhetnek autók jobbról-balról, és nem akarom azt, hogy útba legyek, amikor itt megálltam és megpróbálom elmondani azt, hogy mi az, ami tetszik benne. Tetszik a keddiben, mármint a haszongépjármű keddiben, hogy a hátsó ajtó az üveges, törölhető, mármint hogy az ablaktörlő működik a nagyobbik oldalán, illetve tetszik az, hogy ugyanolyan, szinte ugyanolyan, mint a személyautós változat, és akkor ne is az én képemet nézzük, hanem nézzük azt, hogy ugye a beltere az tényleg tök hasonló, szinte, mondom még egyszer, szinte ugyanaz, mint a személyautós változatban. Egyetlen egy hatalmas nagy különbség van, azon kívül, hogy nincsen hátsó üléssor, ugyebár, hanem egy elválasztási raktér van, egy elválasztó falicsi raktér, na, mit krákogok itt. Az egyetlen és legnagyobb különbség, az pedig ő itt. Megpróbálok egy kicsit odafókuszálni, ő itt, ő pedig nem más, mint egy 220-as ajzat. Ez ugye azért jó és azért fontos, mivel ugye sokan úgy dolgoznak, hogy akár amikor kiszállítanak, vagy bármi, tehát hogy csinálják akár a futármunkájukat, vagy pedig egy cégnél dolgoznak, akkor bizony nekik könyvelniük kell, és akkor tök jó, hogy van egy ilyen töltési lehetőség, hogy mit tudom én, a laptopot használod, a tabletet, bármit, akkor tényleg nem csak a USB töltési pontokról, amik egyébként ott találhatók lent, tehát hogy ugyanúgy megvannak, mint a személyautós változatnál, tehát hogy nem csak, na hol vannak? Mutatom mindjárt. Ott vannak, igen. Tehát, hogy ott vannak ugye ezek a töltési lehetőségek, tehát nem csak úgy, mint a személyautósnál, hanem 220-ra is tudod tölteni. Oké, kinyitott az ajtót, akkor sípol. Oké. Az autót körbejártam, igazából ezzel nem is fogok foglalkozni. Kettő dolgot akarok nektek megmutatni. Az egyik az, hogyha kinyitod a hátsó ajtót, így, akkor látható, hogy hatalmas nagy a csomagtere. Hát egy kicsit följebb húzzuk a kamerát, tehát látható, hogy hatalmas nagy a csomagtere. Raklap simán belefér, oké, ez ugye egyértelmű, ez standard, ezzel nincsen baj. Viszont tök jó megoldották, hogy itt nem ilyen csúnya kerékjárati ív, meg izé, meg bénán tudsz pakolni, hanem itt egyértelmű, hogy itt van a doboz, eddig tudsz pakolni. Az is egyértelmű, hogy más oldalon is ott van az a doboz, azzal le van takarva, oké, ez fantasztikus, viszont ennél van sokkal fantasztikusabb. Nem az, hogy kinyitod a másik ajtót is, és ki tudod támasztani, hanem ide raktak egy ilyen kis doboznak a tetejébe, egy ilyen kis tároló részt, és zseniális. És hogy miért pont csak az autó menet irány szerinti jobb oldalára került ez a kis dobozocska, tök egyértelmű, hiszen az oldalsó ajtó csak ezen az oldalon van, tehát csak a jobb oldalon van, és akkor innen tudsz pakolgatni. És hogy mire jó ez? Hát arra jó, kérlek szépen, hogy amikor viszel apróbb dolgokat, akkor ide szépen fel tud rakni, és akkor nem az lesz, hogy a raktérben ott gurulgatnak jobbra meg balra. Még egy fontos dolgot kell nektek megmutatnom, az pedig itt van az ajtón, ha esetleg annyira béna vagy, mint amilyen én szoktam lenni, vagy annyira hülye vagy hogy kell ezt mondani, akkor a keddi az segít téged, kisegít téged, és ki tudod nyitni bentről is ugye ezt a kis ajtót, tehát nem lesz az, hogy bezártad magad, hanem bizony van lehetőséget kiszabadulni. Ugye innen is előre lehet látni, onnan is hátra lehet látni, és ami még jó a csomagtérben, hogy ez az üvegfal, illetve az üveggel ellátott elválasztó fal, na, csak sikerül kimondanom, ő ugye ezzel a ráccsal védi az üveget, de mégis tök jól hátra tudsz látni. Na, ennyit röviden, ugye nyilván ugye ez látszik, hogy osztottan csukható, nyitható a hátsó ajtó, és akkor mutatom itt is, hogy ablaktörlő az a nagyobbik felén, és a fűtés is a nagyobbik felén van, nem tudom mennyire látszódik, de mindegy, ott van a fűtés is a nagyobbik felén. Szerintem erről bőven elég ennyi, mármint a keddiről, és a keddinek is a kis haszongépjármű változatáról, hiszen az autót már körbejártam, már megmutattam, már izészol. Imádom, szerintem egy jó kis gép, nagyon kényelmes egyébként, tehát nagyon jó az ülése, tök jó a kormánypozíció, nagyon jó, hogy lehet látni a középső tükörből, a két oldalsó tükör az ugyanolyan zseniális, mint a személyautós változatnál, tehát elég nagy és egész jól tudsz benne látni. Az, hogy nincsen benne tolató kamera, ez igazából senkit nem érdekel, hiszen mutatom, és akkor még egy kicsit vissza is jövünk ide, mutatom, hogy amikor berakod rükvercbe, akkor ő egy tolató radarnak a képével mutatja, hogy te meddig mehetsz, és egyébként tök jól viselkedik. Tehát nagyon jól van hangolva, nem kezd túl hamar riasztani, nem kezd túl későn riasztani,
Ez szerintem ebből, és főleg belőlem ennyi elég mára. Maradjatok velünk, tesztelek-e mindennek, Instagram, Facebook, YouTube, Trollverda, Trollaki István, egyszer már láttam autót, mindenkit kövessetek, szeressetek, iratkozzatok fel mindenhova, hamarosan egy kicsit gyorsabbak is lesznek a honlapjaink, egyelőre a megújulás folyamatán vagyunk, pontosabban annak a közepén, pont szerver átállás, meg ilyesmi, egy kicsit csiszolunk a dizájnon, de csak azért, hogy sokkal érthetőbb és szerethetőbb honlapok legyünk mi itt mindannyian. Még egyszer, tesztelek-e mindennek, szavaztok, szép napot, ahoj!